Smiley-k. Bravasti. Olyan helyes vagy. Olyan menő lenne, ha te meg én barátok lennénk. Igen, mi meg a fiúkon osztoztunk. Igen, a mi kosarazóink. Nagyszerűek. Annyira kár, hogy nem figyelnek ránk. Semmi vész, Diana. Majd mind fogunk ülni, és muszáj lesz észrevenniük minket. Igen, nem fogjuk hagyni, hogy elmenjenek. Az árnyékaik leszünk. Igen, az sem lényeg, ha már másodjára kihajítanak minket. Megkapjuk, amit szeretnénk. Figyú, ha másodszor is kihajítanak minket, az valami szerelmet jelent? Nem gondolnám, hogy szeretnek, de a gallérunknál fogva dobtak ki, ami lehet, hogy jelent valami. Akkor Jana, ma nem megyünk, tanítársa. Egész nap itt fogunk ülni az ajtó előtt, és várni fogjuk őket. Igen, Diana, egyezem. Megint ti? Hé, fiúk! Igen, megint igen, mi? Mit csináltok, fiúk? Smiley, figyelj, adok neked egy kolbászos szendvicset! Fúj, csukd be a táskát, bűzlik! Mi sportos táplálkozást folytatunk, nem ehetünk kolbászt. Mi? Oké, ezt megjegyzem. Így van, Bravasti. Én tudtam, hogy te nem szereted, vagy nem eszed a kolbászt, úgyhogy hoztam neked egy tégely herkuleskását. Kérsz? Csajok, ti ketten bolondok vagytok! Tudjátok mit, fiúk? Mi ketten belétek szerettünk. De ti fiúk egyáltalán nem vesztek minket észre. Tudjátok mit? Ha harmadjára sem feleltek pozitívan, az lesz a vége, hogy... Fiú, ne kövessetek minket. Nem vagytok nekünk valók. Pompomlányokkal randizunk. Pompomlányokkal? Ezt miért nem mondtátok előbb? Mi olyan vagány pompomlányok vagyunk. Mi olyan jól táncolunk balabonokkal. Jana, milyen balabonok? Pompomok. Ja, igen. Így. Így. Meg így. Na, ne ugráljatok már itt így előttünk, vagy megmondjuk a barátnőinknek. És ők atléták, megbírnak verni titeket. Milyen atléták? Megbírnak verni minket? Figyú, ti fiúk a labdával, túlságosan elvagytok. Figyú, te fiú, kékben. Nem tudod, kivel van dolgod, meg fogod bánni. Rossz emberekkel kekeckedtek, tudjátok mit, Jana, magyarázd el. Ti meg nem tudjátok, kik vagyunk mi. A suliban mindenki szeret és tisztel minket, és félnek tűnt. Minden más fiú velünk akar járni, de mi titeket választottunk. Nem felelünk meg az ízléseteknek, vagy mi? Már megfájdult tőletek a fejem, adjatok békén. Figyú, Jana, megbántottak minket. Nagyon megbántottak minket. És mi? És mi? Mi nem fogjuk megengedni, hogy megbántsanak. Oké, fiúk, tartsatok ki. Megmutatjuk nekik, hogy kik vagyunk mi. Diana, mi a gond? Nincs jó kedvetek? Úgy néz ki, a kosorazók nemet mondtak. Tudod mit, Kostya? A helyedben én ülnék és hallgatnék, mert ma nagyon mérges vagyok és megbánthatlak. Tudod? Na igen, a kosarazókkal valami nem megy rendben. Semmi közöttök hozzá, hogy mi nem megy rendben. Diana, csináljak neked mentateát? Dima, a te mentateád nem fog segíteni rajtam. Minden esetre kérlej, lehet, hogy visszamegyek hozzád. Ó, végre! Artyom, még mindig szeretsz? Jana, szeretlek. Nagyon jó. Kicsike, imádkozz, és lehet, hogy újra együtt leszünk. Azt hiszem, hogy Jana és a kosarazók nem jöttek ki jól. Jaja, mehetnénk együtt, hogyha te is szeretnél. Patrik, nem! Diana, tudod, hogy hol van Júlia? Vagy hogy hol van Nastya? Nincsenek ma a suliban. Honnan tudjam én, hogy hol vannak Júlia és Nastya? Gigi! Tudom, hogy én vagyok Gigi. Ti tudjátok, emberek, merre vannak a csajok? Nem, Gigi, a fiúk nem tudják, hogy merre vannak a csajok, és nagyon szükségem Diana, van rád. Diana, mi nincs rendben, miért? Igen, igen. Diana, nem értem, mit szeretnél, mit csináljak? Nem mondj semmit. Jana, gyerünk dumálni. Mi történik, Diana? Jana, tán elfelejtetted? Bosszú állás a kosarazókon. Ó, igen, a bosszú édes lesz. Szerelmed, hova vész? Artyom, még mindig nem vagyok a szerelmed. Úgy van, Jana, gyere, gyerünk bosszút állni. Artyom, nekem van szerelmem, így van, Jaja? Nem, Patrik! Diana, milyen bosszúálló terv? Semmit se találtunk ki. Jana, én már rég kitaláltam. Várjatok, csajok, milyen bosszúállás, milyen terv, mi közöm gyerünk nekem ehhez? Gyerünk a mosdóba!
Gigi? Mindenképp segítesz nekünk. Diana, hogyan? Ő veri meg a kosarazókat? Csajok, engedjetek be az osztályba, mi történik itt? Csss! Gigi, ma te leszel az edző. Ó, Istenem! Kit fogok edzeni, csajok? Diana, kit fog edzeni? Szóval, Jana, mi ketten megtanítjuk Gigit. A mi kosarazóinknak igen komoly edzése lesz a holnapi versenyen, amelyeken veszíteni fognak, mert Gigi fogja őket felkészíteni. Ennyi. Csajok, én edző! Ti ezt komolyan? Segítsetek! Állj ide! Jól van, Gigi! Gigi! Szeretnél holnap velünk diszkóba menni? Aha. Akkor tegyél meg mindent, amit mondunk. Na gyerünk, Gigi, gyorsan lefelé, muszáj átöltöztetnünk. Jana, a terv szuper, de hol találjunk Gigi-nek messzt? Jana, ellopunk egyet a szekrényeikből, aztán meg visszatesszük majd. Itt nincs. Ó, Gigi, itt van a messz. Rendben, siess, siess, Gigi, siess, siess, siess. Pralins on pralins on pralins on pralins on pralins are sober. My run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Nézd, megint itt vannak. Ti nem tudjátok, mikor el. Úgy néz ki, nem értettek meg minket. Nem értem, milyen lárma ez? Álljatok sorba, gyorsan! Na jól van, ti kértétek! Ez meg kicsoda. Ez az új edző. És nagyon kemény. Jól van, készen álltok? Ez az edző. Elég kicsi ahhoz, hogy kosarazzon. Mi? Nem nézek ki edzőnek? Ki fogtok nevetni? Tudjátok, hogy ki vagyok én? Én Jordan edző vagyok. Én mindig nyerek. Sosem veszítettem el egy meccset sem. Értve vagyok? Rendben, rendben, sajnálom. Milyen edző ez? Valami rendes edzőnk. Nem érted? Nem értette sem? Most majd érthető lesz. Igen, megértettük. Megyünk edzeni. Holnap versenyünk lesz. Tehát így, holnap versenyünk lesz. Igen, edzeni fogunk. Edzeni fogunk. Edzeni fogunk, hogy mi győzzünk. Ti fogtok győzni? Ne nevettessetek! Látjátok ti magatokat? Ezek az igazi bajnokok! A bajnokok! Ez nem lehet. Mi vagyunk a bajnokok. Mindenhová meg vagyunk hívva, mindenhol győzünk. Igen, ők még csak nem is kosarazó lányok, ők csak szerelmesek belénk. Akkor lássuk, milyen játékosok vagytok, és ki fog titeket hívni. Készüljetek fel a továbbjutásra! Igen, igen, készen állunk. Edző, micsoda? Nekünk vannak a legjobb pontjaink. Mi a gond? Ti csak szégyenítitek Jordan edzőt. Nem mentek ti semmiféle versenyre. Tanuljatok csak ti a profiktól. Egyáltalán honnan jött ez az edző? Ez még csak nem is néz ki úgy, mint egy edző. Na erről beszéltem, szakértők, ez nagyszerű. Szuper! Te csinos vagy. Tiszteletem. Köszönöm, Jordan. Mi? Mit hallok én? Nem tudjátok, ki vagyok? Na gyere ide, hogy hátra kössem a sarkadat, hallod? Ájjájájáj, ezt ő mondta? Igen, azt hiszem hallottam. Most körbe fogtok ugrálni, mint a nyulak, egyesével. Érthető? Egy, kettő. Ez itt nem kosaras adagatás, ugye? Adjon rendes passzokat, vagy holnap veszteni fogunk. Ti fogjátok nekem megmondani, hogy mit kell. Ugráljatok! Egy, kettő! Nézd, hogy fegyelmezi őket, Gigi. A fiúk pedig totál bevették. Csak és az a lényeg... csak a kezdet. Aha, csak az a lényeg, hogy ne ismerjék fel Gigit. Te, a kék mezben. Nem muszáj ugrálod. Miért? Valamit elrontottam? Te jó vagy, beveszlek a csapatomba. És én? Folytasd az ugrálást, jól fog jönni. Akkor elmagyarázzuk nekik, hogy ki kicsoda ebben az iskolában. Hogy hívnak, fiam? Provaszki, védelem. Ezt mindjárt láttam, olyan kis sportoló. Mit csinálsz, Smiley? Ugrálsz? Látszólag a sportolók. Tudjátok, ki itt az igazi sportoló? Utállak benneteket. És te, Provaszti, tudod-e, hogy mi itt igazi bajnokok vagyunk? Igaz-e, Jordan edző? Igen, csajok, ti vagytok a bajnokok, de nekem van még egy bajnokom, Provaszti. Ó, Istenem! Jana, elfelejtettem, Gigi szintén szerelmes Brovastiba.
Valamit sürgősen ki kell találnunk, mert még el fog árulni minket. Jó van, edző, folytatsam az edzést. Nem, Brovasti, várj! Holnap jössz velem a klubba. Te jó vagy a lassú táncban. Micsoda? Gigi! Kérlek, ne roncs el mindent! Miért álltok? Gyorsabban edzetek! És akkor Brovasti és én megyünk holnap a klubba. És igen, Brovasti, csak hogy tudd, én nem vagyok Jordan, én Gigi vagyok, és szerelmes vagyok beléd! Smiley, fogd meg! Gigi, holnap nem jössz velünk a klubba. Igen, Gigi, így van. Holnap nem jössz velünk a klubba, és többé nem vagyunk barátnők. Te áruló vagy, és most randizza te kis Brovastiddal. Diana! Tudjátok mit, csajok? Igen, holnap randizok Brovastival. És csak hogy tud, Jana, ő nem a tiét, hanem az enyém. Lányok, most vigyázzatok! Minden esetre ez horror ezekkel a kosarazókkal is. De megmutatjuk nekik mindenki. Igen, megmutatjuk. Jól van, emberek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek a csengőt se. Papa.